muzsika szó lengte be a főutcát vasárnap délután. A már hagyományos farsangfarki felvonulással seprűzték ki a telet a fehérváriak. A Szabad Színház művészei által szervezett felvonulás az igéző elől indult, majd a főutcán végig sétálva érkeztek meg az országalmához. Meg is érkeztünk felvonulásunk első állomásához, ahol is kitáncoljuk, kiseprűzzük Székesfehérvárról a hideget! A felvonulók az országalmát körbe táncolva űzték el a telet, a jó hangulatról Danny Bain és Ágoston Béla gondoskodott, a finom falatokról pedig a Szabad Színház, hiszen a kicsik játékos fánkevő versenyen is részt vehettek. Most már 10 éve, hogy a Szabad Színház minden évben megrendezi a fehérvári farsangfarki felvonulást, amelynek volt hagyománya Székesfehérváron, főként az asszony farsangnak, farsangfarkán. Mi tulajdonképpen ezt a hagyományt innováltuk, és minden évben próbáltunk valami új dolgot is behozni még, és bővíteni. Hát nagyon szeretném, hogyha az európai városok mintájára Székesfehérváron is egy ilyen karneváli hangulat uralkodik. A résztvevők a nap végén az Icsi-liget felé vették az irányt, ahol a Fehérvári Tűzoltó Egyesület segítségével elégették a kiszebábot, illetve az arra felaggatott rossz dolgokat, amelyektől a fehérváriak szabadulni szerettek volna.